A Magyar Diafilmgyártó Vállalat bemutatja Ady Endre című diafilmjét. Készült a költő születésének 100. évfordulója alkalmából. Összeállításunk dokumentumképek segítségével kalauzol végig Ady emberi, művészi pályáján. Összeállította Sára Péter, szerkesztette Lázár Júlia. Szövegét elmondja Hegedűs D. Géza. Ady is azok közé, a lángyalmék közé tartozik, kik nem egy vagy több szektorát vonták a világnak tehetségük megvilágító fényébe, hanem egész életművükkel mondtak valamit világuk egészéről. Legszemélyesebb életérzéseit világméretűvé fokozza, s kora valóságát legszemélyesebb élményévé forrósítja. Aki Ady verses köteteit kezébe veszi, s enged versei sodrának, azt ma is lenyűgözi Ady költő és emberi nagysága, s a mű egészét időszerűbbnek érzi, mint valaha. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény. Lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ez itt falu. Az én falum. Innen jöttem és ide térek. Mind szentnek hívják hasztalan, mert minden gonosz rajta van. És itt, jaj, átkos, folytó az élet. Ér, mint szent, Ady számára egyben erőt adó drága anyaföld, és erőt elszívó szomorú magyar ugar. Heppehupás vénszilágy van, hét szilvafa árnyékában szunnyadt lelkem ezer évet. 1877. november 22-én születtem a szilágyságban, az Érmelléken, Érmincent községben. Kora érett makacs rossz kölyök voltam, de úgynevezett iskola szemefénye. Érmincenthez a világra csodálkozó gyermekszem első zavart benyomásai kötöttek egy életre. Anyai részről csupa pap, diákos, poétás ember az ősem. A protestantizmus óta kálvinisták. Anyai nagyapám pap volt abban a faluban, ahol születtem, Érmincenten. Az apám a belső szilárdságból került ide az anyámhoz. Nagyszerű úr ám az apám. Családjának egyetlen tagja, aki elrúgta volt magától a latin iskolákat. Ennek folytán zabolázhatatlan, igaz és természetes, ősi és zsarnok magyar maradt. Az Ady család a szilágyság egyik legrégibb családja. Ősi fészke Od, Ad, később Diós Ad. Régi vagyonos és rangos helyzetéből hamarosan lecsúszott a család, és már a 16. századtól kezdve a jobbféle birtokos nemes úr kevés között. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 1888-ban a nagykárolyi piarista gimnáziumba vittek, ahol az alsó négy osztályt végeztették el velem a kedves emlékű, nagyon derék kegyes atyák. A hajnali misék a maguk érzéki misztikus külsőségeivel, vagy a kereszt előtti éneklések a bennük rejlő közösségi jóérzéssel rabulejtették is egy időre az új, ismeretlen élmények iránt fogékony gyermek lelkét, mélyebb hatást nem tettek rá. Emlékük is csak ritkán villan fel később egy-egy versben. A nagykárolyi évek Ady kamaszkorának legkritikusabb, legnehezebb esztendei voltak. 5. gimnazista koromban Zilachra kerültem, az ősi kálvinista Wesselényi kollégiumba, melyet ma is igazi alma máteremnek tartok. Az új környezetben hamarabb otthon találta magát, mint Nagykárolyban. Könnyű volt megszokni a papi város idegsége után,
a kedélyes kálvinista polgárvárost. Aki vagyok, az a négy zilahi esztendő által vagyok. E négy esztendőnek minden perce determináló perc volt. Minden perce végzetesen szabogatta ki utamat. 48 forradalmi szellemét ugyanúgy a Veselényi Kollégium tanárai oltották belé, mint azt a magyar kálvinizmust, melyben még töretlenül éltek a magyar vallás ellenzéki szabadságharcos hagyományai, a protestáló hit s küldetéses vétó. Zilah mindvégig az ifjúkor gondtalan tündérvilága maradt. Adi legkedvesebb zilahi tanára Kincs Gyula. Hogy szép az élet, te mondtad szüntelen, s hogy higgyük, akartad. S még játszadoztak rajta bús mosolyok, erőt és hitet prédikált az ajkat. Te bérmáltál meg. Kis vidéki lapot, hogy poéta lettem. Múltak az évek, s én verselő diák, öreg mesterem, hozzád öregettem. Zsóka Friedman Erzsike, Adi első szerelme és zilahi diák éveinek múzsája. Akihez szólott a legelső nóta, Zsóka menyasszony, férjhez megy a Zsóka. Még kurta szoknyás lány volt egy pár éve, és nem sokára a más felesége. Jogásznak kellett mennem Debrecenbe, mert így lendett volna belőlem apám kedve szerint valamikor főszolgabíró, alispán, sőt, mit tudom én mi. Ám igen gyönge jogászocska voltam. Mikor, mint debreceni jogász beálltam egy újság redakciójába, szegény mártír anyámon kívül mindenki elmondta az elvégeztetettet. Debrecenből, ahol nem igen akarták látni bennem még a csokonai legpicinyebb öccsét sem, és ahol első verseskönyvem megjelent, Nagyváradra mentem újságírónak. Ez a nyugtalan, intelligens város sok mindent átformált bennem, amit a falu, Nagy Károly, Zilah és Debrecen, tehát a falu formált meg. De viszont valami dacos cinizmus görcsölte le itt az ujjaimat. Az Egy kis séta című cikkéért Adit a nagyváradi klérus feljelentette, és a bíróság fogházbüntetésre ítélte. 1900. január 1-én Nagyváradon kezdtem dolgozni az egyik napilap szerkesztőségében, és már véglegesen és hivatásosan hírlapíróként. Nem sokára a Nagyváradi Napló szerkesztője lettem. Sokat írtam, de kevés verset. Újságot csináltam, vezércikket írtam, s nyilván elpusztulok, vagy nagyon okos életbe kezdek, ha nem jön el értem valaki. Asszony volt. Egy hozzájutott versem küldte. Megfogta a kezemet, s meg sem állt velem Párizsig. Áldott csodáknak tükre a szemed, mert engem nézett. Te vagy a bölcse, mesterasszony az ölelésnek. Áldott ezerszer az asszonyságot, mert engem nézett. Mert engem látott. Nagyváradról egyenesen Párizsba vitt a sorsom. És majdnem 9 évig éltem éveimet megosztva a pesti redakcióm s a külföldi kóborlások között. Ó, Párizs, te vagy az én lelkemnek szerelmes nyugtalansága, és én benned érzem az életet, a bolondot, a haszontalant, a szomorút, a szépet. Megállok lihegve. Párizs, Párizs. Embersűrűs gigászi vadon. Azután hazajöttem, újságba írtam. Mindent. Politikát, kritikát, riportot, novellákat, verset. Írásaim, különösen a versek, egyszerűen fölháborodást keltettek. Voltam bolond, komédiás, értelmetlen, magyartalan, hazáruló. Gog és Magog fia vagyok én. Hiába döngetek kaput falat,
s mégis megkértem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar dalrival, szabad-e dévénynél betörnöm új időknek új dalaival? A Budapesti Napló tárca rovata élén már rendszeresen jelentek meg Ady versek. A kötet mégis több volt, mint esemény a kulturális érdektelenségbe fásult akkori Magyarországon. Hatása túlgyűrűzött a hivatásos irodalmárok szűk köré. Úgy érzem, s bátran vallom, hogy az európai magyar lelkének a szószorója vagyok. A Kárpát, az Alföld, a Királyhágó mást. Ó, milyen mást juttat eszembe, mint a többieknek. Vágy, élet és sugár a lelkünk, és utunk mégis koldus út. Jogunk van minden fényességhez, amit az élet adni tud. Ady és Léda Párizsban. Ady szállodája a Cartier életemben. Nagy az én bűnöm, a lelkem. Bűnöm, hogy messze látok és merek. Hitszegő vagyok álmos fajából. S mágjára vinne egy irán szagú szittyasereg. Jöhetnek. Párizs szívén fekszem, rejtve, kábultan és szabadon. Hunnia új szegény legényét őrzi nevetve, s beszólja virággal a bakony. Ha behunyom a szemem, úgy vélem, hogy itt a pénz zakatol. A pénz zuhog, csillog, liheg és újjong itt. A pénz, mely a keveseké, a boldogoké, az erőseké, a másoké. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában halklombok alatt, s találkozott vele. Ballagtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Fölföldobott kő, földetre hullva. Kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Mindig elvágyik, s nem menekülhet magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölhorgatnak megint. Vörös jelek a hadak útján. Hunniában valami készül. Rongyos hadak, roppant hadak seregelnek vígan, vitézül. Mert üdv nekem. Szomorú létem az idő óra mutatója, s minden bűnöm egy stáció, hol a jövő új embere életútját vígabban rója. Keserves út, fölséges mégis, ez már az Antikrisztus útja, aki elválik feketén, muszájul, szörnyűn, másokért, hogy a jövőt fehérnek tudja. A Népszavában nagy ünnepek alkalmával néha verseket küldök sok esztendő óta. Nem mert szocialista volnék, de mert olykor reménytelen országban csak a szocialisták táborában látom természetes fegyvertársainkat. Hiszem és vallom, hogy a forradalmi megújulás kikerülhetetlen Magyarországon. Társadalomban, politikában még csak a nyugtalanság sikoltoz. De irodalomban, művészetben, tudományban már itt van a villámtűzes bizonyosság. Ez az új irodalom, ha messziről s feudális vagy polgári szemekben nem is tetszik szocialistának, valószínűleg nem is az, a szocializmus által a szocializmus révén van. A verseim s az üldözések harcias, jó híveket is szereztek. A holnaposok között Emőt Tamás és dr. Nagy Mihály társaságában 1908-ban. Kiverekedtem egy nevet. Egy nevet, semmi mást,
de ott maradt a palondon minden drága, cifra, pótolhatatlan díszerondja az életemnek. Én pedig vándorlok szanatóriumból szanatóriumba. Kolozsvárot 1909 nyarán. Ahol mások élnek, szeretnek, én eljöttem ide betegnek, csókot temetni, álmot dobni, nyugodt partokon nem nyugodni. Mindig a holnapra mosolygok. Elvágyom onnan, ahol bolygok. Úgy vágytam ide, és most már szállnék, ó, én bolond, bús, beteg árnyék. Próbáltam az lenni, amire a tapasztalatom s hitem szerint kérlelhetetlen sors kiszemelt. Ember, aki a mások szükséges, véres ösztönzésébe belehal. Hallgassátok az esték zümjét, s friss sóhaját a reggeleknek, Budapestnek futós utcáin, s falvak csöndjén dühök remegnek. Süpped a föld, ha súlyosat hágunk, olyat látunk, amit sose láttunk. Oldódik a nyári melegben fagyos, keserves magyar átkunk. Nem tehetek róla, hogy érdekel, izgat, foglalkoztat a saját magyarságom, s a magyarság együttes kínja, problémája, sorsa. És mert talán a vers leginkább az erőm, verssel üvöltök bele a politika kakofóniájába. Érmincentre én akkor megyek, amikor az anyám kívánja, avagy unom a szanatóriumokat és a hoteleket, vagy pedig nagyon üldözött, letört, vagy megalázott vagyok. Vagyok tékozló és eretnek, de ott engem szánnak, szeretnek. Engem az én falum vár. A forradalmat sürgető Adi különösen sokat várt a galilei kör ifjúságától. Március 15-i ünnepségükre minden évben gyújtóhangú verset küldött. Tűz, vér, láz, újság, boldog változás, csupa teremtés lángol a szemekben, örök tavasz, örök forradalom. Ó, ékeskedjél mindig ékesebben. Szabad-e engem hidegen megértni? Szabad közönnyel előlem kitérni? Gerjedt lelkemnek ki látta valóját? Ki lát, szívem, sebes és örök jóság? Istenülő vágyaimba ki látott? Ó, vakszívű, hideg szemű barátok! Sorsszerű, azt hiszem, predesztinált volt találkozásunk, megismerkedésünk. Kellett, hogy viharos, harcos életemből ő mellé hajtódjak. Törékeny, szenzibilis, nyugtalan, impulzív, artisztikus, finom teremtés. Adi levele Bonca Miklóshoz, Csinszka apjához. A Csucsai Bonca kastély. Itt élt Adi Endre 1914 nyarától 1917 őszéig. Világok pusztulásán, ősi vad, kit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtam veled. Adi a világháború ellen a kor nagy forradalmait féltő humanizmus nevében emelte fel szavát. Ékes magyarnak soha szebbet száz menny és pokol sem adhatott. Ember az embertelenségben. Magyar az űzött magyarságban. Újból élő és makacs halott. Adi és Babics a háború alatt. Nehéz idők a jókat írtják gyönge bajtársak lágy szíveiből, de maradnak, akik kibírják az időket, igazságot vevén. Adi édesanyjával és feleségével. Nekem nincs más szenvedésem, még a gyomromé is az, mint a háború. És nem lehet írnom csak akadozott lélegzetvételeket. De ezt muszáj. Iszonyú dolgok mostan történülnek. Népek népekkel egymás ellen gyűlnek. Bűnösök és jók egyként keserülnek, s ember hitei kivált meggyöngülnek.
Krónikás ének 1918-ból. Az 1918. októberében kitört polgári forradalom idején Adi már súlyos beteg, akkor már beszélni is alig tud. Adi szobája a budapesti Verespáni utcai lakásban. Itt élt a költő 1917 őszétől haláláig, 1919. január 27-ig. Életet és hitet üzen egy halott, nektek fiatal, elhagyott testvérek. Az olvasztó tizet küldi a hamu, s láng óhaját, hogy ne csüggedjetek el. Március van, s határtalan az élet. Sok ezren kísérték utolsó útjára. Temetésén Móri Zsigmond mondott gyászbeszédet. Embertestvérünk fekszik itt, akinek lelke tele volt egy életen át részegítő tűzzel, bánatos és mérgezett fájdalommal, jajgató és parancsoló, egeket ostromló viaskodással. Ifjú szívekben élek, s mindig tovább. Hiába törnek életemre vén huncutok és gonosz ostobák, mert életem millió gyökerű. Örök virágzás sorsa már az enyém. S ha rám dől a szittya magasság, ha száz átok fogja a vérem, ha gátat túr föl ezer vakond, az óceánt mégis elérem. Akarom, mert ez búsmerészség. Akarom, mert világ csodája. Valaki az értől indul el, és befut a szent, nagy óceánba.